Dubajról köztudott, hogy a világ leggazdagabb emberei lakják, és lényegében végtelen mennyiségű pénz van itt. Éppen ezért van az, hogy mikor innen hallunk híreket vagy érdekességeket, akkor olyan, mintha egy teljesen másik világ létezne ott. Nos, ma pontosan ez lesz a téma, ugyanis olyan dolgokat mutatok be nektek, amik az egész világon csak Dubajban létezhetnek. A világ első arany ATM-e. Igen, már csak simán egy aranyból készült ATM is hihetetlen lenne, de ráadásul egy aranyból készült aranyat kiadó ATM már tényleg felfoghatatlan. Tudjuk jól, milyen fényűzés van Dubajban, de azért az Emirates Palace Hotelben található, Abu Dhabi részen elhelyezkedő ATM teljesen más szinten van. A világon elsőként készítettek ilyet, aminek kivitelezője egy német luxus cég volt, és 24 karátos aranylapokat vásárolhatsz 1-től 10 grammig. Az arany aktuális árát egyébként óránként frissítik, mivel ez folyamatosan változik, ezért akár befektetési céllal is vásárolhatsz itt, az eszmei és kőkemény gazdasági érték mellett, ha látod, hogy éppen beesett az aranypiac, és azt várod, hogy később többet fog érni a szuveníred. Egy átlagos ATM egyébként 50 és 100 kiló között van, ez az arany verzió pedig feltöltve akár 500 kg is lehet. Kamerával és személyazonosság ellenőrzéssel rendelkezik a gép, így először a hotel rendszerében lévő adataidat kell hitelesíteni a használatához. Természetesen mondanom sem kell, nem csak a hotelt, de külön az ATM-et is fegyveres őrök védik. Szuperbusz. Mihez szoktunk mi Magyarországon? Hangos, nagy és koszos BKV buszokhoz. És mit terveznek Dubajban bevezetni? Az úgynevezett Szuperbuszt, ami egy egyedi kivitelezésű, személyszállító, elektromos jármű a luxus jegyében. Futurisztikus megjelenése mellett érdekessége még, hogy képes akár 250 km/órás sebességre gyorsulni, aminek köszönhetően akár autópályán is képes közlekedni. Egyelőre még csak koncepció szintjén létezik ez a dolog, de a tervek szerint az autópályán egy saját sávot építenek ki nekik, hogy zavartalanul tudjanak közlekedni, és közben ne tartsák fel a még gyorsabban hasító szuperautókat. A buszokra jellemző kényelem és vonatokra jellemző nagy sebesség együttesével ez a jármű formavilágában is szuper, de még az a szolgáltatás, amit kínálnak, hát még az mennyire fantasztikus. A projekt lényege az lenne, hogy ajtótól ajtóig való szállítást nyújtson minden utasnak, ezért a kizárólag erre az autóra fejlesztett programon tudnál foglalni és helyszínt megjelölni, pont mint egy taxin, csak hogy itt akár több tíz ember egyszerre is utazhat ezzel a fenntarthatóságra törekedve. Mesterséges sziget. Talán az egyik leghíresebb Dubajból az a fantasztikus, mesterséges pálmára emlékeztető szigetkomplexum tele gyönyörű épületekkel és hotelekkel, ami nem csak hogy világhírű lett, de még az űrből is látni lehet. A 21. század elején építették ezt a híddal összekötött szuperdrága részt, ahol egyetlen ház ára akár 2 milliárd forint is lehet. A 17 km hosszú útszakasz mellett vonattal is lehet közlekedni, gyors autók számára pedig egy alagútrendszer lett kiépítve a kényelmes közlekedés érdekében. 558 hektárnyi földet kellett az óceánban lefixálni ahhoz, hogy a megaprojekt sikerüljön, amit eleinte el sem akartak hinni, hogy lehetséges, de aztán valóság lett a hihetetlen ambiciózus, mérnöki csodának számító tervből. Az óceánban még sosem építettek ilyen volumenű projektet, ezért aki itt lakik, az egyedülálló élményben részesülhet az egész világon. Repülő szuperautók. Oké, sajnos ott még nem tartunk, hogy tényleg repülőautókkal közlekedjenek Dubajban, azonban létezik egy olyan extra szolgáltatás, ami a világ legtöbb részén elképzelhetetlen lenne. Külön cégek specializálódtak arra ugyanis, hogy a célra kialakított repülőgépekben kiszállítsák a Dubajba látogató külföldiek autóit. Elmennek az otthonodhoz, tréler segítségével a reptérre viszik a járműved, majd mikor megérkezel Dubajba, már ott fog várni kedvenc autót készen arra, hogy vezesd. Az Emirates Skywheels pontosan arra lett kitalálva, hogy Dubajban kényelmesen közlekedhess a saját autódban, és ne kelljen bérelni helyette valami mást. Egyetlen telefonhívásba kerül, és már le is rendezted a szállítást, mivel minden mást az Emirates megold helyetted. Teljes biztosítást fedezi az így repülő autókat, ezért tökéletes megoldás a szupergazdagoknak, akik saját limitált autójukat akarják kint vezetni.
a világ legmagasabb épülete. A 828 méter magas Burj Khalifát szerintem már mindenki ismeri, így túl sokat nem fogok róla beszélni, de említés szintjén azért muszáj voltam megmutatni nektek a Guinness világrekordot tartó mérnöki csodát. Sokan konkrét vertikális városnak nevezik ezt a modern alkotást, ami több mint háromszor olyan magas, mint az Eiffel-torony. 2004-ben kezdték el a kivitelezést, és 2009-re, 5 év leforgása alatt el is készült ez a több helyen megerősített épület, aminek minden szintje éppen ugyanannyira biztonságos, attól függetlenül is, hogy méltanilag minél magasabban vagy, annál nagyobb a veszély és a természeti kitettség. Nos, ebben az esetben tehát nem a veszély, csupán az árak nőnek, ahogyan egyre magasabbra kerülsz. Neofuturisztikus stílusban, Y-formában építették a 26.000 üveglappal szerelt, 12.000 ember által tervezett, épített vagy felügyelt házat. 900 lakosztály található benne, és 35.000 ember is elférne itt akár. Egzotikus állatok. A tehetős emberek már egészen régóta vágytak különböző egzotikus állatokra, sőt már beszéltem is nektek videóban arról, hogy több helyen a világon lehet bizonyos egzotikus állatokat tartani. Azonban Dubaj messze a legmegengedőbb, ha erről van szó. Akár nyilvános strandokra is kiviszik a tehetősek az oroszlányaikat, együtt pózolnak tigrisükkel a szuperautójuk mellett, és otthon nevelgetik a legkülönbözőbb állatokat. Ez legalábbis így volt 2017-ig, akkor ugyanis az állatvédő szervezetek minden egyes arra köteleztek, hogy szolgáltassák be állatvédő csoportoknak vagy állatkerteknek ezeket az állatokat, pont azért, mert a legtöbb közülük a kihalás szélén volt, illetve veszélyeztetettnek számítottak. Sokszor ráadásul fekete piacon gazdálkodtak velük, és úgy juttatták be őket az országba, de végül tehát nem a több millió forintos árak miatt maradt abba a legtöbb egzotikus állat tartása, hanem az állatvédelmi törvények miatt. Az 1 millió dolláros aranyautó. Ha már kizárólag Dubajban megtalálható dolgokat mutatok be nektek, akkor muszáj lesz, hogy beszéljek nektek a Godzilláról is, a tömör aranyautóról, amit 2016-ban mutattak be a Nemzetközi Autófesztiválon. Az aranybevonat alatt valójában egy Nissan R34 GTR van, feltuningolt verzióban, aminek még a motorját is több helyen arannyal borították, sőt a belső panelek is ugyanezt az aranyozást megkapták. A bevésett megoldás miatt nem csak hogy arany kívülről az autó, de igen egyedi és különleges kinézetet kölcsönöz neki, az a részletes kivitelezés. Természetesen az egész világon csak egyetlen ilyen autó található, ami magán hordozza a gyorsaságot, a kényelmet, a fényűzést, a luxust és az egyediséget is. Az ára pedig éppen ezért 1 millió dollár, azaz mai árfolyamon kb. 400 millió forint. A világ első hőszabályozott beltéri városa. Így is van, a Mall of the World néven ismert futurisztikus extrém projekt 4,5 millió négyzetméteren terül el, ami a világ első és egyben legnagyobb belső hőszabályzással rendelkező beltéri városa lesz. 100 hotel 20.000 szobával fog helyet kapni többek között, a stadion, színház, sportlehetőségek és irodák mellett, valamint lakóházak gyűrűjében. 7 kilométer szélesen fog kiterjedni az érinthetetlen város, a világ legnagyobb vásárló központjával és vidám parkjával. 278.000 négyzetméter szánnak kizárólag egészségügyi felhasználásra, és összesen 180 millió látogató lesz képes megfordulni itt évente. Egészen felfoghatatlan az ötlet, nem beszélve arról a hőszabályzásról, hogy akár a sivatag közepén 80 Celsius fokban is képesek lennének arra, hogy a város minden pontját kellemes 29 fokon tartsák a nap teljes idejére. Mit gondolsz, meg fog valósulni valaha is ez a projekt? Ha abból indulunk ki, hogy eleinte a Pálma-szigetet sem akarták elhinni, ma pedig készen áll, akkor lehet, hogy ez is sikerülni fog előbb-utóbb. Ez lett volna hát a mai videó, nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, írjátok meg kommentekben, hogy mi volt a kedvencetek a mai videóból, melyik dolog volt, amely leginkább megdöbbentett titeket, vagy hogy egyáltalán ti elmennétek-e Dubajba. Emellett mindenképpen nyomjatok egy lájkot akkor, hogy élveztétek a mai videót, valami ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiből már nem sokára érkezik és a következő lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét és sziasztok!